2022-ben több pályázat került előkészítésre, 2023. februárban pedig sorban kaptuk az értesítéseket, hogy Európai Uniós forrásokból toppos pályázaton belül milyen fejlesztéseket sikerült szangtelepülésre megnyernünk. Az első pályázatunkkal 85 millió 850 ezer forintos pályázati összeget nyertünk, amely energetikai fejlesztésekre fogunk tudni felhasználni a közösségi ház képtár keretén belül, valamint a Kiskun emlékhely napelem parkjára. A munkálatok elkezdődtek, erről a műszaki ellenőrünk fog részletesebb tájékoztatást adni. A Szanki könyvtár és képtár felújítása, energetikai felújítása megkezdődött. A munkaterület átadás után bontási munkákat kezdett el a kivitelező végezni. Jelenleg is ez folyik. Az épület energetikai megújításában homlokzati nyílászárók cseréje, hőszigetelési munkák és akadálymentesítési feladatokat fognak ellátni, illetve ezeket fogják elvégezni. Következő pályázatunk az ipari csarnok fejlesztése, elkészítése, ennek a közbeszerzése is folyik. Ezek a munkálatok is ebben az évben még elkezdődtek. Ami szívemnek nagyon kedves, a fogorvosi rendelő elkészítése és kialakítása, ez annál is inkább, mert Szanknak egy régi fogorvosa, aki 80 évesen úgy gondolta, hogy befejezi a praktizálást, saját ingatlanában praktizált, ezért mindenképpen nagyon fontos a település számára, hogy legyen egy saját fogorvosi rendelőnk, és legyen majd benne egy fogorvos. Bízom benne, hogy hamarosan elkezdődik minden olyan fejlesztés, amiben pályázatot nyertünk.